on a sunny beach, we're alive. We believe the summertime memories. We're young, we're free. Na, hát szép jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, és szerintem azonnal húzom le fel a redőnyöket, mert lófasz se látunk. Rább is megpróbálok egy kis fényerőt adni rá. Így, meg valamit a mennyországban lennénk, de nem baj, akkor még így hagyjuk. Na, szép jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok srácok. Ha minden igaz, akkor üdv a YouTube-nak is. Ezért is ment egy kicsit ma el az idő ezzel, mert itt mindennel foglalkoztam, a saját Ferrari sisaknak a megtervezésén, meg ugye azon agyaltam,
Ugye a Twitch az azonnal lenémította ugye pont ezt a elektrik kolbolyos zenéket, és most azt csinálom, és remélem, hogy ez működni is fog, ezt tesztelgettem nemrég, hogy megy a stream ugye kifele a Twitch-en, és közben megy a felvétel is az OBS-en keresztül, úgyhogy ha minden igaz, akkor én innen föltöltöm majd a YouTube-ra a nyers fájt. Nyilván nem lesz tűéles a kép, mert az tényleg brutális gép kéne, hogy egyszerre streameljen az ember, meg felvételt is csináljon a streamről. Úgyhogy a YouTube-on lehet, hogy felvek hasonló minőségben lesz majd látható, mint itt is, de próbálom megoldani, hogy teljes egészében legyen látható a stream a zenékkel együtt. Persze, ha a YouTube-os nem fogja azt is hülyére tiltani, bár attól, hogy egy-két zene benne van, elvileg a YouTube Max csak elveszi azt, hogy nem lehet bevételed, de hát engem ez ugye hidegen, hogy az ilyen bevételesdi a YouTube-nál, mert amúgy a YouTube egy ilyen téren nem a legjobb, bár most látom, hogy mennek vissza a streamerek. Na mindegy. A lényeg az egészben, hogy most egyszerre megy a kettő, ez ilyen teszt adás is egyben. Hogyha valaki itt a Twitch-en nem látnám meg majd ezután ezt az adást, akkor érdemes majd a YouTube-on keresni. Megpróbálom oda is most már így átöltögetni a dolgokat. Szia Lisi, szia Duzit, Imi, Tomi, Peti, Kobra, Geri és Atesz, szevasztok srácok, idő mindenkinek, még aki még nem is köszönt be ide, de itt van némán a háttérbe. Megkezdődik ez is, gyerekek. Harmadik szezon, a Ferrarihoz átigazoltuk, friss világbajnokként. Elég sok minden történt, mentek a pilóták ide-oda, vonultak vissza egy jó pára, jöttek az újoncok, de ezt majd mindjárt nektek meg is fogom mutatni. Ami változás történt még, hogy egy-két autónak adtam egy újabb skint, köztük a Ferrari-nak, a Mercedes-nek, a Red Bull-nak, Aston Martin, Williams, Alfa Tauri, egyedül az Alfa Romeo és tán a Haas-nak nem adtam, ja, meg még a McLaren. Azoknak a, tehát a McLarennek még adtam, a Haasnak meg a Alfa Taurinak, vagy a Romeónak nem bírtam adni. Úgyhogy, ja, így állunk, meg egyedi sisakon van, majd azt is megpróbálom mutatni. És van egy dolog, ebben akarom is kérdezni tőletek, ez ilyen közvéleménykutatás, hogy van egy cheat táblában, cheat table-ön belül egy rating table, amivel meg lehet állítólag állítgatni lehet a pilótáknak a boostját, a fókuszát, lehet így mondani. És ugye láttuk, hogy Leclerc 49-es volt. Most nézegettem, hogy elvileg az alapú fókusz az ilyen 80-81 körül mozog a base. Verstappennek van beállítva 80-as, ha jól tudom. Hogy ezt esetleg még most állítsak, vagy ezt ne piszkálgassuk inkább. Ez a nagy altam, hogy bele lehetne elvileg ezzel, ebbe is nyúlni. Vagy inkább, jó, drága kezel. Vagy inkább megvárjuk az első futamot, és annak tükrében próbálunk mindenkinek állítani a boostját.
Mert hogy mondtam, hogy egy ilyen kategóriába rakni a pilótákat, tehát ilyen Verstappen, Leclerc, Russell, ki van még? Norris. Az ilyen régebbi vágásúakat kezdje. Megmutatom nektek, hogy mi van, jó? Sokan írjátok itt az első futam után. Megmutatom nektek, hogy miről is van szó. És egyébként itt derül ki, hogy Cunoda sokkal erősebb online, mint offline. És ezzel a programmal meg lehet nézni mindenkinek az alap értékét. Váltok képet. Itt a Rating Editor. Betöltjük a Heretics-et. Igen. Most újra be kell töltenem, és akkor ő betölti, és láthatjátok a neveket, az összes létező nevet, ami van a játékban. És emlékszünk, hogy ugye Leclercnek 49-es volt, a Charles Leclerc, és itt van Focus Base, tehát az alap fókusza, tehát ezek szerint visszaugrik, vagy nem tudom, hogy most ezt mi a fenének kéne jobban megnézni, majd ezt lehet letesztelem majd máskor, hogy ugye itt írja is, hogy 49-es. De ha megnézzük mondjuk Okont, neki már 19-es a fókusza. Tehát brutálisak a különbségek. Vagy itt van mondjuk Drugovic, Drugovicnak még már 81-es a fókusza. És ugye itt van külön neki profilja van, például akkor Cunodát keressük meg. Itt van Jukika. Jukikának 30-as a fókusza egyébként. És itt van, hogy offline, meg online milyen értékei vannak. Most offline belemész mondjuk egy, mit tudom én, Racecraft-be, ugye az szokott erős lenni. Az itt van 75-75, 80-81, stb. Stb. Bemész online, ugyanúgy Racecraft, és már vagyis itt már 77-77-78-al indul. Tehát itt látszanak azért a különbségek, hogy kicsit megnöveli a dolgokat. Szóval, vagy itt van Mick Schumacher, neki a Focus Base 81-es, Verstappené 80-as. Tehát nem tudom, hogy most ebbe érdemes-e így belenyúlni, kategorizálni, hogy nyilván az újoncoknak lenne kevesebb fókuszuk, de például itt van Iwasa, ha jól néztem, mindjárt mutatom nektek, visszarakunk mindenkit, nem kell. Tehát itt van például, hol van Iwasa? Itt van Lawson például, az is 81-es, ezen is meglepődtem. Hamilton 64-es. Hol van Iwasa? Itt van. Ayo Iwasa. Nulla, érted? Semmi fókusza nincsen. Tehát itt van egy olyan fókusz boost, de ez nem az. Tehát ez nem úgy boostolja. Hát ezért gondolkoztam azon, csak most kérdés, hogy ez mennyire borítja föl az erős sorrendet. Tehát mondjuk most egy Iwasának is adnék egy 81-est, akkor lehet a Williams-el mondjuk pólpozíciót érne, bár kétlem, mert azért az autó azért leszabályozza őket. Tehát szerintem hiába most én berakta volna Sennát vagy Schumachert a Williams-be, nem hiszem, hogy pólpozíciót nyomna be. Mert igazából csak a fókusszal
Akarnék. Emiatt ott meg Alonzót már Dom ki is feheted, mert ugye visszavonultak nálam, nincsenek már ők. Szóval... Hanyadik helyen milyen boostot kapjanak? Ja, offline-ba játszunk. Ez a placeholder, ez más. Tehát erre gondoltál. Ez nem. Tehát nagyon meg van kavarva egyébként. Nagyon meg van kavarva ez a dolog. Nem egyszerű ezt bántani. Ezért is ockodok egy kicsit tőle, hogy ezt mennyire piszkálgassuk egyáltalán. Tehát itt a legszarabb pilótából is világbajnokot tudnánk faragni. Csak kérdés, hogy mennyire érdemes ebbe belenyúlni. Itt van Pulcher, neki is 81-es a fókusza. De nyilván az értékei nem olyanok, mint egy izének. Szóval Leclerc-en állítsunk esetleg. Mert ő 49. Mert a fókusz Isten igazából az a versenyen jön ki, nem? Tehát nem a időmérő meg ezeken, hanem az a versenyen jön ki. Itt így 49. Hogy miért ennyire részletes az érték, ugye 49,127,59,12. Alonzónknak neki 48 például, ez is olyan érdekes. Rosszabb, mint izének. Mondjuk lehet azért, mert nem úgy szerepelt. Russell 59. Joe 67. Stroll 18. Norris 55. 55 körül volt, ha jól tudom, igen. Szóval szerintem ez most, amit ír, az alapértékek biztos, hogy nem ekkorák. Hamilton 64. Sargeant 7-es. Sargeant 7-es. Ranghunhatatlannak 42-es. Verstappen 80-as, ha jól tudom. Igen. Mick Schumi 81. Piastri 81. Gasly 19. Igen, ezek a jelenlegi szezon értékei, volt szezonnak az értékei, úgymond. Igen, akik most kell, mind 81-es, ja. Na csak értitek, friss a szezon, ha azt nézzük. Vagy megnézzük gyors, hogy egy friss izével kezdünk. Elvileg GP módban is működik ez. Gyors, megnézzük, jó? Csak már puszta kíváncsiság. Nincs alright. Mert valahogy nem tartom fairnek, hogy bejön egy Pulcher, bejön egy Ivasz, vagy egy Ivaszát, és sajnálom, hogy nullás értékkel megy, érted? Tehát mit tudom én, itt van egy olyan, hogy Solo, Grand Prix, csak elindítjuk ismét a dolgokat.
Kíváncsiak vagyunk Leclercnek az értékére. Nézzük most Leclerc-et. 81, aha. Ez az alapérték, igen. Science-nak 84. Itt mekkora durvaság van, hogy Science... Na itt jön ki az, amikor észleljük, hogy a második pilóta mindig gyorsabb volt. Alonso, 79. Russell, 79. Mi lenne egy ilyen 79-est adnánk Leclercnek? Én azt mondom. Ezt én Ctrl-C-zem. Így. Bezárom megint a programot, az a biztos. Közben egyébként láthatjátok a skineket. Tessék, a Mercedes újra ezüst lesz. Hogy gyors végig megyünk, hogy milyen új autók várhatóak. A Red Bull pedig kapott egy ilyen sötét neonkékes, vagy nem is tudom, milyen kéknek mondható árnyalatot, ilyen éjkéket. És itt a Ferrari, gyerekek. Sárgába öltözünk. Itt a McLaren, az ilyen kékes cuccot kapott meg fölül ott a Google. Hát az Alpine az annyira nem változott. Alfa Tauri se annyira talán. Viszont a Aston Martin az szép lett, a szép pillogó. Szia, Marcin! A Williams, ez se sokat változott. Alfa Romeo nem változott, az marad a tavalyi, és hát ugye a mostani, és a Haas is. Nem nagyon találtam normális ineket. Na, azt mondja, hogy akkor most ismét betöltjük akkor a kis programunkat. És akkor Leclercnek adunk egy 79-est. Reméljük, hogy nem basztál a dolgokat, és akkor ilyenkor single player karriert kell elindítani. És ő már be is töltötte. És azt mondjuk, hogy Charles Leclerc nem 49 legyen. 79. Így. És akkor elvileg... És nem tudom, hogy kell-e menteni, vagy nem kell menteni. Megpróbálom újra betölt, hogy így. Nem, hanem mondjuk így belépünk. Mert itt nem bírjuk megnézni sajnos Leclercnek a értékét, csak a bő kívül. Kíváncsi vagyok, hogy így, mert elvileg máskor így kellett állítgatni. Így beírta a memóriába, mert így ez a cheat engine, ez Isten igazából a memóriában kutakodik.
mentett egyébként. Köszi Kristóf, ciao ciao. Ezt megnézzük, és utána tényleg belekezdünk, jó srácok? Jó, rating editor, oké, és újra jöhet. Na nézzük, lök lehetnek az értékét megve. 79, oké, király. Jövőre Lajost a DM-be. Igen. Az. Na gyerekek, akkor megnézzük így, lehet, hogy hülyére fog verni minket így most Leclerc. Meglátjuk. No, eső egyedül az első szabad edzésen lesz, se időmérőn, se versenyen nem várható eső. Ugye, visszavonultak 5 veterán pilóta, 2 világbajnok köztük, Lewis Hamilton, Alonso, Sainz, Perez és Bottas. Ők már nem tagjai a Forma 1-es mezőnynek, úgyhogy őket már nem fogjuk látni idén. Itt van az új ruhánk egyébként, a Ferrari-s ruha is kapott egy olyan egy kis sárgaságot. Reméljük, hogy tényleg jók lesznek így a dolgok. És itt oldalt lent egyébként látható sisak is rá. Ezt is külön meg photoshopoltam meg minden. De megmutatom nektek, jó? Csak hogy nem mondjátok azt, hogy nem mutatom meg. Ez a játékban nem biztos, hogy teljességébe tudom mutatni a... Ezért ezt nézzétek el, most lesz egy zöld háló rajta. De így néz, az a nyelvet. És ha valaki photoshopos, az mondhatná, hogy miként van a állót, vagy hogy lehet kikapcsolni. Szóval így néz ki a Ferrari sisak, amiben fogok vezetni. Természetesen a csillag nálam is ott van. És természetesen az új logót is ráraktuk. Kérem szépen alása. Rajta van az új logó is. Bizony, hogy rajta van. Úgyhogy nem tudom, hogy a faszba lehet ezt a rácsot eltüntetni. Indó, nem, jó. Jajt. Nem tudom, hogy lehet ezeket a zöld rácsokat eltüntetni, mert is berakja a kis rohadék. Így? Lehet így, nézd csak. Lehet így lesz a jó. Ja? Aha, aha, alakulgat. Még akkor egy visor kell, meg... Aha, 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 itt van, jó. Ja, meg lesz akkor így. Így. Szóval így fog kinézni a játékba a sisakunk. Természetesen a magyar zászló az ott lesz. A világbajnoki csillagunk ott van, és természetesen a új logót is hátulra raktuk. Úgyhogy ezzel fogunk versenyezni. Nem egy túl izért, de én büszke vagyok rá. Jó, na, most már ezt is láttátok. De majd játékon belül is lehet látni. Fejlesztésileg vannak azért problémák. Ott vagyunk az élen a Red Bull-lal, de amúgy érdekes a dolog. Eddig úgy néz ki, hogy Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, McLaren, Alpine, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin és Williams. Ez a jelenlegi
performance kinézett így első ránézésre. Na, de nézzük akkor, hogy kik lettek az új nevek. Kik lettek az új nevek? Ugye a Ferrari-nál menjünk végig. Kezdjük akkor... Kezdjük a Red Bull, menjünk konstruktőr szerint. Red Bullnál Max Verstappen van, és ott van Liam Lawson, egy ausztrál, Perez helyére jött. McLarennél ott van ugye Norris, és természetesen ott van Oscar Piastri is, egy másik ausztrál. Új-Zéland. Az Új-Zéland, tényleg? Arhat anyját. De Piastri az ausztrál. Tényleg. És hogy mondtad? Meg nem mondta volna hirtelen. Azt hittem, hogy az is ausztrál Lawson is. Szóval Piastri az... ja, ausztrál. Tehát ő jött az én helyemre. Ferrari-nál Leclerc és én vagyunk. Mercedesnél ugye Hamilton visszavonult, Russell maradt, és a helyére visszatért a legendás Schumachernek a fia, ugye ő a jelenleg a valóságban is a tartalékpilótája a Mercedesnek, úgyhogy ő beült most Hamilton helyére. Alpine-nál Gasly Ocon megmaradt, Alfa Romeo-nál Joe mellett Bottas visszavonult, és a fiatal Tio Fuscher érkezett meg. Ő is a harmadik számú pilótája az Alfának. Az Aston Martinnál Alonsónk visszavonult, Stroll maradt ugye a papa által, és Alonso helyére pedig a brazil, ismét van egy brazil versenyzője a Forma 1-nek, Drugovic ült be. A Haashoz pedig leigazolták egyértelműen az amerikai csapat, leigazol egy amerikai pilótát, Logan Sargeantot, ugye Magnussentől és Hülkenbergtől könnyös szemekkel búcsúztunk, azt, és egy másik brazil pilóta érkezett a házhoz. Tudom, hogy Pietro Fittipaldi a hivatalos tartalékpilótája a háznak, de ő nincs benne hivatalosan a játékban, csak Enzo Fittipaldi az ő testvére. Most nem tudom, hogy öccse, valószínűleg az öccse, van benne, úgyhogy ő fogja képviselni a Fittipaldi családot. Williamshez pedig átigazolt az Alfa Tauriból Tsunoda, és ezáltal a Williams egy másik japán fiatal pilótát szerződtetett, Ayumu Iwasát. Tehát japánosodott a Williams. Angol-japán lett, ha lehet így mondani. És az Alfa Tauriba pedig átment Albon, aki jó volt a Williamsnél, és De Vries ugyanúgy maradt az Alfa Taurinál. Ami pedig a szezont illeti, ugye kérdezhetik egy páran, hogy hát miért az ausztrál nagy díja kezdője, hogy van ez a... Hát ez úgy van, Honda Williams, igen, Williams Honda. Volt olyan egyáltalán? Szerintem nem volt olyan. Hogy megvariáltam itt a kalendáriumot. Monakótól elbúcsúztunk. Ugye az 50-es évek óta már ott volt a Forma 1-es kalendáriumba. Egyéb technikai okok miatt nem bírtam pakolászni. Ugye ez ezzel megkötötte a Codemasters a moduloknak a kezét. Így azzal döntöttük itt el a srácokkal, hogy... Igen, 8, hogy Piqué azzal nyert VB-t. Ezt nem tudtam, én ennyire nem... Tehát ismerem a legendás neveket, de ennyire nem tudtam, hogy milyen kocsival mentek pontosabban, legalábbis Piqué-t nem tudtam volna megmondani. Na, a lényeg, hogy megvariáltam a kalendáriumot, és idén így néz ki, ahogy a zászlókat láthatjátok. Ausztrália és Monaco helyett jött Kína. Ausztrália, Kína, Szingapúr, Japán, Austin, Mexico, Miami, Kanada, Brazil, Silverstone, Portimao, Spa, Hollandia, Spanyol, Monza,
osztrák, Imola, magyar, Baku, Jeddah, Bahrein és Abu Dhabi. Úgyhogy pont akkor nyer VB-t Piki a Williams Hondám, akkor születtem 87-ben. Így van. Úgyhogy így néz ki jelenleg a kalendárium. Oké. Nem tudunk nagyon más csinálni, úgyhogy nincs mese. Let's go! Hát pont esik az eső. Na és akkor itt van Piastri. Nem mindenkinek lesz meg a sisakja egyébként. Úgy mondom. Fuel managementet megpróbáljuk összehozni. Going into the corners. Don't be too aggressive on the power, but remember, you still have to beat the minimum lap time. Okay, you weren't quite good enough that lap. Try again. Okay, that lap was no good. We need you to improve on that.
Brutális, hogy mennyit lassul vissza az autó. High TC-vel ez nehéz. Én vagyok a vén róka, így van. Úgyhogy tekerünk az időn, legalább amúgy is látjuk, hogy te várható más idő. Egész napra ilyen szar időt mutat. Közben egészségetekre. Kintről meghallottad, vagy mi? Két Red Bull még nem volt kint. Leclerc se, Stroll se, Cunoda se. Én még nem, azt hittem, hogy már felszáradt a pálya. Russell már szárazdal megy. Várjál már, most akkor milyen időnk van? Még vizes a pálya. Most már jó a pálya. Szia, Dani. Ezt bezzel meghallják, igen. We need to be sure we can manage the tires through a lap, so try to keep the wear down through each corner. Be especially careful accelerating on corner exit. Sajnos a tire managementet ezzel a gumikopási móddal nem lehet teljesíteni. Úgyhogy alkatrész kopás vagy ide, ide vagy oda. Ha lesz ilyen, hogy tire management, ezt akkor quick release-zel meg fogjuk oldani. Úgyhogy ezzel vissza is megyünk. Nem érti, nem állítottam, igen, nem állítottam olyan az értéken.
Úgyhogy... Time managementet fogom le egyedül le quick practice-elni. Jó, azt hagyjuk így, a stratégit is megcsináljuk. Na, kis Sumi átvette a vezetést. Nézzük közbe őket. Itt van Cunoda, Alfa Tauri sisakkal. Elveszem a képet, hogy lássátok így a ruházatukat is. Olcun oda átment a Williamsbe, hát meglátjuk, hogy mit tud produkálni. Stroll maradt ugye az Aston Martinnál. Szia Zek! És itt van Schumink. És most már fehér overall-ba ezt is megcsináltam. Minimális fekete maradt ugye az autón. Elég volt a fekete dolgokból, nem a rasszista izé vezérel, de már kicsit túlzás, ami a Mercinél megy, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogyha nem lett volna az a Black Lives Matter-ös dolog, meg Hamilton, akkor egyáltalán való életben valahol megfordult-e volna a fejükbe a fekete szín. A Norris McLarennel. Ők. Ja, és itt van Drugovic, másik Astonnal. Van Fittipaldi, Haas-szal. De látod, a McLaren attól nem lett fekete. Lawson is kijött végül. Itt az új Red Bull kinézett. Hát Peti szerintem olyan nem lesz. Olyan sem. Max szabad edzéseket tudom elképzelni, de főfutamra nem hiszem. Jó lenne, hát ha akkor tudna valamit mutatni, és akkor így a háznál is akarnák a fejüket. Na nézzük Lawson 13. eddig a hárdal. Följött az 5. helyre, hát ugye szárad a pálya. Gasly is itt van. Jó. Na, nyomjuk le még a race strategit. Fittipaldi vezet. Utálisan betapad a Ferrari. Van különbség a McLaren és a Ferrari között.
Good job so far. We're getting great data. Stay focused. Great lap, you nailed exactly what we asked for. Keep it up. Jaj, elbasszát gyúsztuk. Vagy két másodpercet lehet, hogy nem tudok javítani. Lemaradást. Már... Okay, you weren't quite good enough that lap. Try again. Good job so far, we're getting great data. Stay focused.
Az itt nem lesz meg. Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Hát ezt már letekerevesz az időt. Leclerc az utolsó. Valami nagyon utolsó pillanatban, vagy belső két jött két esztával, és nem jön már ki többet. Legalábbis reméljük, hogy... Let's see our top three again. Verstappen, Midas, and George Russell. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula One. Na, és akkor csinálunk egy quick practice-t. A gumira. De csak is a gumira. Reméljük, hogy nem abba a brálás miatt, igen. Auto quick practice, azt mondja, hogy résztvetik, nem, a full nem. Tire management kell nekünk. Fogyni. Akkor anyádat. Na. A többet nem is tudjuk. És akkor már meg sem mutatja, mi volt a practice 2-be. A weight reduction-t azt megpróbáljuk még azért. Hogy legyen már meg. Incur below average tire wear. Na hát akkor itt is tire wear miatt. Ami a gumikopással kapcsolatos, azt én leszimuláltatom, mert az nem. Nem tudok az, amit kezdel, ugye az a kicsit erősebb gumikopás benne van a játékban. Ajaj! Ez mi volt, hogy Leclerc nem szerzett pontot? Quick practice alatt lehet az, hogy nem szerez az AI se pontot? Erről tud valaki valamit? Ajaj. Szerintem a babrálás belenyúlt neki. Ez olyan érdekes volt, hogy 0-0-0 semmilyen nem volt neki.
nem merek belemenni az időmérőbe így. Hát az nem maradt vágólapon. Az nem maradt vágólapon. Hát a 79-es van vágólapon. A 49-es az nincs. Á, csak szerintem megkavarja az egészet. Jó. Annyit csinálunk, gyerekek. Ez egy gyors izé lesz. Visszaállítjuk az eredeti profilt, és nem bántjuk inkább ezt a fókusz dolgot. És quick practice-el lenyomjuk a dolgokat, amennyire most sikerült. Kell. Tehát ezt kell, így. Nem húzom az időt, hogy újra megint körbe-körbe megyek, hanem szépen quick practice-zel lenyomjuk addig azokat a dolgokat, amik kellenek. Most egy kicsit beáldozzuk a kopás, ha tényleg így van. Ja, ezt nem, több féltem is egyébként a ratingbe így belenyúlni, mert az nem a legjobb dolog. Hát igen, a modulásnak ez az egyik árnyoldala, hogy lehetnek bakik. De viszont ha jól megcsinálod, akkor viszont egy jó élvezetes játékot is tudsz csinálni ebből a játékból. Meg akartam még nézni, ha jól tudom, 85-ösen vagyunk? Jó, 85-ösen. Hát az volt, de inkább nem állítgatom én most. Nem gond. Most mit csinálunk? Várjál már. Most ezt miért hozza be? Nem lehet quick practice-re menni az első practice-nél, vagy mi a faszom? Most miért hozta ezt be? Hogy én basztam el valamit? Gyerek. Most akkor mi van? Már akkor mellé nyom a gegerem. Első free practice nem lehet le quick practice-elni, vagy mi a fasz? Azért lenne jó, ha elsőbe is menni, mert azért ismerve milyen rohadék a játék, hogy nem minden dolgot engedne meg. Continue, igen. All right. Welcome to the new season. I think we've done a pretty good job protecting our development gains through the regs change. So the car should be pretty decent. Let us practice. Let us know how it feels. És elindítja. De miért indítja? Miért nem tudok rámenni a quick practice-re? Én ezt nem értem. Hát akkor visszavonulunk. With the cars now over the line, let's see our top three again. Russell, Mick Schumacher and Liam Lawson. Na, hercisek ott voltak. Akkor practice 2-től megyünk mindegy. Itt meg már megkérdezi, tehát bazd meg. Na, azt mondja, hogy a fuelba
Nem. Akkor először a tire management. Vegyem meg. Köszönjük szépen. Jöhet ez is. Köszönjük szépen. Jöhet a végsz. Tudom, hogy nem jön össze. A ré stratégit nézzük. Jó. Többre nem is maradt idő, tehát ezért szar ez. Ezt nem értem, hogy az első nagy díjnál miért nem lehet a quick, vagy az első practice-en quick practice csinálni. Na, tehát akkor ide is kell a... Ez megvolt, oké. Jump break. Oké. Wait. Oké. A fuel-nél volt még ez a... Tudtam, hogy levagyja be a radék. Megpróbáljuk ezt. Ezt meg beadja. Oda 6 perc kell. Ide meg. Nem is lehet. Akkor... Legyen az itt. Nem lesz az itt se. Ja, hát akkor nem. Úszat nem kaptunk. De amik voltak, azok úgy megvan. Oké. Jó, hát akkor ezek szerint Leclerc megsértődött, vagy nem tudom, mi van vele. Ez remélem, hogy nem azt jelenti, meg quick practice-el az ember, akkor... Ez történik. Ez így kurva jó, mert semmi pontot nem kaptunk. Tudunk semmit se fejleszteni, vagy nem. Hát érdekes. Na mindegy. Jaj, a Birotto bátyák. Okay, when you're ready, let's go.
Igen. Tipari nagyon megijedt tőlem. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Itt lehet, hogy mondasz valamit amúgy. De most ezt megnézzük. Igen, majd meglátjuk most idővérről Leclerc mit alkot. Hogy igen. Elég erős időnek tűnik ez. Ugyan erős idő. 35 ezreddel ment rosszabbat, mint én. Szerintem ott valami más volt, ott a Quick Practice kavart be valamit.
Verstappen van problémában. Tizenhetedik. A hetedik helyre behozta végül. Na nézzük, Tsunoda, Stroll, Drugovic, Fittipaldi és Iwasa. Ők estek ki. Akkor is baj, Leclerc eddi úgy néz ki. Lehet, hogy valami játékbug volt amúgy, igen. Check's complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Okay, we've only got one lap of fuel remaining.
Verstappen 55 ezreddel azért megvert. De Vries a Alfa Taurival egész jót megy. Kellett elkiabálom már 14. szerencsétlen. Na, Verstappen megnyerte a Q2-t épp, hogy utána jött a én, jön Leclerc. Q2-be búcsúztuk Sargeant-től, De Vries-től, Albon-tól, Pulsiertől és Joe-tól. Piastri, Lawson, Schumacher, ők bejutottak a Q3-ba. Két Alpine is jó, így van.
one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Orosz. Igen, ott vett el az idő, a 16, kivettem a pályára. Okay guys, everyone be aware, the car's ready to go. Na nézzük. Meg lesz-e a harmadik szezonnak? Már az első futamán a pole pozíció. Akkor nem jön ki már, úgy látom. Charles is sitting in pole position.
Kíváncsiak, hogy mennyi lett. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three. Leclerc, Verstappen, and Midas. Well, that wraps up qualifying, but don't worry. We'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Kilenc ezre! Kilenc ezre! De annyi volt ott is, nem? Hát ezt elő kell keresni, gyerekek. Elő kell keresni. Úgy van. Alig 9 ezre. Ott van. Vagy lehet, hogy egy kicsök hegedűnyi. A 35-834 vajon megvan? 9000! 9000! Az egy hangya bokányi. Vagy lehet, hogy egy... Suzuka 2000-be. Megkéred egy suba elkezdve. Az is elképzelhető, hogy kislábújnyi, de nagyon kicsi különbség. Az biztos. Viszont Mihály Schumer ezzel a nagyon picike különbséggel az ére ugrott és vezet, és övé az első rajtkocka az ut... Gyerekek, itt is 9000, Verstappen 3000, Leclerc-kel meg nincsen baj. Ez kevés jó, így. Hát, érdekes egy verseny lesz. Ennél izgalmasabban nem is kezdődhetne a szezon, így van. Jó. Hát nagyon nem tudunk mit csinálni, go to next session. Testing, no more practice. This is the real deal, and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120. Recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. Na nézzük akkor a rajtrácsot. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. A fantastic effort from Charles. Pa 2000-et ír. Vagy nekem mennyit fog 8-at? Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Midas. Yes. Lando Norris. And Gasly, Liam Lawson, Mick Schumacher, Oscar Piastri, and Esteban Ocon, Joe, Teo Pourchaire, Alex Albon, Sargeant, Iwasa, Enzo Fittipaldi, and Felipe Drugovic, Stroll, and Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A new season then, a clean slate where anything can happen. Natalie Pinkham is with me today. 250 hüllő él Ausztráliában. Ezt megtudtuk most. És akkor itt van Leclerc a pole pozícióval. They haven't been running in the hot turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises.
Nem állítunk semmit a stratégián, teljesen jók vagyunk így. Nem bántjuk. Clutch bright is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap, please. Az igen. Verstappen már befüstölteti a gumikat. Kis felhősödés várható a futamon. Nyolcvanötös az dai. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Was the crystal? Aha. Ooh.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Might have an issue. Hang in there, we're attempting to manage it. I can confirm it's an issue with our engine, I'm afraid. De nincs bekapcsolva, szóval basszatod. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Köszi Ádám. Ezt nappal meg Leclerc elva.
Akkor kell mi a placon már megint? Image status. Okay, so we're leading our teammate by 2.1 seconds. They're on old mediums. They're in fourth. Time last lap was a 1:21.9. Brutális, hogy mekkorát gyorsul ki erre a kis kanyarra. Hoppá. Valami történt. Verstappennel. Verstappen kiesett, safety car. Nem ezt akartam. Box this lap. Box this lap. Set hard tires. Copy that, hards next time we box. Hát kíváncsi leszek, hogy ott mi történt Verstappennel hirtelen mögöttem. Nagyon amperkodott. És jön Russell is. Jaj! Aránylag. Hol volt a safety car? Hol a safety car?
Elhagytuk a safety cart, a térképen ott mentünk el mellette. De Russell meg úgy jön, mintha versenyeznénk. He? Most mi van? Hát ott van, ott mentünk el mellette, de a pályán meg nem volt ott. Ott van. You're approaching the safety car. You're leading, so don't pass it. Stay behind the safety car. Még azért körözgessünk egy pár kört, ez nekem jó jönne gumiügyileg. Na, Verstappen az első kiesőnk, az első a harmadik szezonban, első futamán, meglepő. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi történhetett vele. Viszont Leclerc-től elvárom, hogy jöjjön följön, mert azért egy Alpine-nál meg egy Mercedes-nél gyorsabbnak kéne lennie. Pulcher, Albon, De Vries, Joe, Sargent, Stroll és Cunoda van még soft, ők softot raktak föl. Mindenki más pedig médiumon, én vagyok egyedül csak hardon. Ezzel még egy kört elmegyünk. Kérdés, hogy a médium ennyi lesz túl gyors nekünk a hardhoz képest. Okay, the safety car's coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car's into the pit lane. Szavaz, Dávid. Flag.
Zai nagyon szeret előzgetni, úgy látom. Jó, hogy egy másodpercen kívül van Russell. Hoppá. Russell is kiesett, vagy mi van? Már megcsúszott. Kiesett. Gasly a második, gyerekek. Csak most járunk fél távnál magyarán. Hát akkor Red Bullnál Lawsonon van a világszeme. Főleg a Mercinél Schumacherrel. Lehet, hogy ilyen ipari sósavat közben néha kijöntök a pályára magam mögött. És azért... Drugovics meg Fittipaldi megint mit keres bent a boxban? Az előbb voltak bent. A hülyék azok. Megint? Ja, ez izé, Russell. Nagyon jön az Alpin. Mediums? A gyengem béken mediums. A Leclerc.
Az igen? Ott mi történik? Majd már kiüssed már Leclerc-et, láttátok? És le is maradt így. Ekkor egy roladék a Gasly. Hogy leszorította már? Gazsi, nem... Tényleg Gazsi. Biztos, hogy belemérök. No box. Tire concerns at the moment, just focus on the driving. És Gasly jön kifele a boxba. Leclerc is a boxban. Hát lehet, hogy nekem is ki kell jönnöm egy médiumért.
Box this lap. Box this lap. Confirmed. We'll receive you at the end of this lap. Set medium tires. Affirmative. Medium tires at the next stop. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Oh. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Igen, igen, a tavalyi évből tanultunk. Bőven kibírja. A Clark közben ment egy gyors kört. Leclerc csak megelőzi már Gaslyt. Thank you.
Hát még egy kör lehetett volna abban a hárban egyébként, igen. Meg ugye ne felejtsük, hogy én... hopp! Ajaj. Ne, Leclerc, ne Léci, nem. Na Isten, de... Kész, Leclercnek is kiesett, hát beszarok, bazd meg. Verstappen, Russell, Leclerc, szevasz. Hát ez hihetetlen, mi megy ezen az első utamon. És az újonc Lawson megszerezheti az első pódiumját. Hát az én autóm nincs veszélyben, mert a mechanikai meghibásodást én kivettem. Én azért a szarságért nem fogom enni a kefét. Annak az teljesen inkorrekten csinálja a meghibásodást. Sargent és Albon is szerez pontokat? Nem tekerem vissza, csak ha olyan dolog történik, tehát mint például Abu Dhabiba a autótörő bója, amiatt visszatekertem, de amúgy nem szoktam. Már nagyon régóta nem csinálom ezt. Úgymond az első szezon óta így csinálom, hogy nincs flashback, csak ha tényleg nagyon nagy baromság történik. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. A három kör van. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Fogja elbírni.
right, we've got enough fuel for three more laps. Okay, this is your final lap of the race. Na, Ulsher is kiesett a 9. helyről. Whew. Hát mondjuk igen, a Verstappen nem esik ki. Itt mögülem mindenki kieshet. Sargent a driver of the day. Azért ez egy kemény volt. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races. And we saw that today with our winner. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari. Gasly is Lawson. Hát nem tippeltem volna ezeket ketten. Ilyen se lesz mostanság. Hát ilyen biztos, hogy nem lesz. Let's review the driver's standings. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham, come on, who do you pick? Logan Sargent gets my vote today. Vagyis Sargent megérdemelte, mert 15. helyről 8. lett. Ferrari take the lead at the top of the table. Well, what an end to another... Verstappen, Russell és Leclerc, ugye ők estek ki, plusz még Porscher is. Úgyhogy Ivassa lett a 16., Drugovic 15, Sonoda 14, Fittipaldi 13, Stroll 12, Joe 11, De Vries 10, Albon 9, Sargent 8, Piastri 7, Ocon 6, Schumacher 5, Norris 4, Lawson 3, Gasly 2, és én lettem az első. Hát volt itt minden incidens. Drugovic az mindenkivel elütközött, úgy látom. Ivassa, Stroll, Tsunoda. Verstappen terminál damage. Akkor ő valaminek neki ment. Még Russell és Leclercnek mechanikus hibája volt. Na nézzük a highlights-ot, hogy mi volt, aztán majd szépen megnézzük a rendes a kieséseket. Egész jó rajtunk volt amúgy. Leclerc meg Verstappen elhúzott.
Le minden körbe volt valami. Rezzel aljamat. Hát itt muszáj volt befékeznem is majd a következő körben. Megelőzni Leclerc-et, mert... Leszed, de valami Verstappennel. Igen, ott szeretett előzgetni, próbálkozni. Akkor most már tudjuk, mi történt. Hát megcsúszott. Ír! Hát ott mit úsztak meg a többiek? Russellnek lehet emiatt volt később baja. Aki tudja, hogy ezt mennyire nézte a... Mennyire nézi ugye a gép. Na nézd, hogy sima replay-ben. Hanyadik kör volt az? Tudjátok. 9. kör. Itt próbál engem megelőzni. Hopp, egy kerék mínusz. Itt valamire elrántotta a kormányt, szerintem én nem tudom, hogy akart itt. Megcsúszott. Russell pedig. Whee! Nézzük Leclerc mit látott ebből. Hát ezt. Azért itt is Leclerc mit úszott meg. És már lehet ez is rájátszott. Belegondolunk, mind Russell, és mind Leclerc is érintkezett ilyen téren Verstappennel, és ők is kiestek később. Hát lehet, hogy közre játszott ez most a sérülésben, a kiesésekben. De ez kemény volt azért. Jó, utána Russell esett ki. A 6. körben volt, Peti. Gasly Leclerc-et szorította le. És kész, itt megadta a motor magát. Itt egy jót. Megadta a motor meg. Ment, aztán azt mondta, jó van. Füst az semmi. De nagy ké... Itt már van füst. Tehát ez érdekes egy dolog. Itt ugye bum. Itt már füstöl, mint a disznó. Itt már nem füstöl. Most már füstöl itt. Ó, füstöl, van a füstöl. Mindenki így, most akkor mész, megállsz.
Mindjárt meg lesz az a... Én itt próbálkozott, szerintem itt lesz majd. A Leclerc Gaslyt meg akarja előzni. Igen, itt megcsúszott Gasly, és itt próbál mellette elmenni, és Gasly meg egyszer megy kifele. Terelte lefele. Lekért a falnak amúgy, igen. Így nézzük, meg így legalább látjuk a listát, mert valószínűleg. És elszállnak a dolgok. Igen, az a kár, hogy ott a mechanical failure-nél nem lehet megnézni, hogy pontosan milyen mechanical failure volt. Engine, suspension, vagy bármi. Ha itt elfüstölt. Na, és akkor jelenleg így áll a tabella. Nekem 26 ponton van Gasly a második 18-al, Lawson a harmadik 15-tel, Norris a negyedik 12-vel, Schumi az ötödik 10-del, Ocon a hatodik 8, Piastri a hetedik 6-tal, Sargent a negyedik 8-al, Albon a kilencedik 2 ponttal, és 10. helyen van De Vries. Egyetlen egy ponttal. És akkor itt van a konstruktőr. Alpine ugyanannyi pontot szerzett, mint a Ferrari. Okonnal Gaslyék hozták a dolgokat. De még így is a Ferrari 26 ponttal, az első Alpine a második ugyanúgy 26 ponttal, McLaren a harmadik 18 ponttal, Red Bull a negyedik 15-tel, Mercedes az ötödik 10-del, Aston már 4 pontja van a hatodik helyen, Alfa Taurinak már 3 pontja van a hetedik helyen. Alfa Romeo, Aston Martin és a Williams nem szerzett pontokat. Hát bekezdtük. Éppen full sötétben vagyok már. Bekezdtük a harmadik évadunkat. An upcoming news article has a question they'd like your input on. Ki legyen a rivális. Legyen meg Verstappen, legyen meg így is. Legyen. Thanks for stepping in and helping handle that. Na. Pont mindegyik majd a izé után jön, meg Kína után. Nagyon rá kéne mennünk a durability-re.
Protors megjött. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Én nem gendeljem majd. Hát, figyelj, Doom, hát most én ezt nem tudom előre neked megmondani. De szerintem még lesz egy pár. Én most úgy vagyok ezzel a játékkal, hogy mivel én bele tudok nyúlni a pilóta mozgásba, a kalendáriumba, skinekbe, én úgy vagyok ezzel, hogy inkább ezzel nyomatok szezonokat, mert van egy olyan érzése, hogy az új F1 is majd, amikor megjelenik, tudom én nyáron majd. Nem hiszem, hogy a pluszt fog adni, hogy én azzal újra elkezdjek egy karriert. Hát azt szerintem max tényleg az ilyen online része lesz, ez a Leóékkal esetleg ott elkezdjük egy szezont. Én így gondolom legalábbis. Egyre hatlak lehetnek a fókusz a bazd meg. Akkor visszaírta. Ezek szerint. A 79-ről, nem hiszem, hogy 46-ra ugrana vissza, hogy kiesik. Na, hát megnéztük ezt is, gyerekek. Kemény volt. Nem tett jót neki a kiesés, az biztos. Na, gyerekek. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És ennyien itt voltatok. Jó volt ez a futam, azért izgalmas volt a maga az időmérő része is, ugye 3000 meg 9000 volt ugye az első három, meg itt a futam az első körökben is azért voltak izgalmak. Kicsit sajnálom, hogy így a riválisaim, ha azt nézi, Verstappen, Russell és Leclerc, ők ugye kiestek, de hát még hosszú a szezon ugye bár, úgyhogy legközelebb Kínával fogok majd jelentkezni. Hát félek attól a pályától is, hát az valahogy nem volt sose a kedvencem az a pálya, nekem az Maláj 2 egyébként, én nem szerettem se a kínai pályát, se a Maláj pályát, úgyhogy ja. Úgyhogy köszi a követéseket, köszi, hogy ennyien itt voltatok, mára ennyi volt, jövő héten szerintem lesz ez folytatva, lehet, hogy majd Sipikével is megnézzünk egy nem mondom már, melyik futam jön ezután nálunk. Meg elvileg már eléggé célegyenesben van a Hogwarts Legacy-nak a fordítása, úgyhogy szerintem majd arra is rá lesz majd kintve. Ez pedig most én elvileg szépen felvette, remélem, az OBS, én már is most innen majd töltöm fel a YouTube-ra, tehát inkább a YouTube-on lesz majd visszanézhető ez a futam is. Legalábbis remélem, hogy a zene miatt nem fogja letiltani a YouTube. Milyen zenéről van szó, azt úgyis mindjárt meghallgatjátok. További szép estét mindenkinek, jó pihenést, találkozunk legközelebb is. Szevasztok, sziasztok! Crush your touch. I wanna feel it day and night. Messed up, too much. Thought about a first touch. Close to the sky, ready to fly.
us to the sky. Break up, hard stuff, fucked up. I wanna leave it all behind. No town, unknown, restart. Now I'm living on my own. Time where it began, but I love to thank you for the memories we share.